külföldön tanultam, és mondhatnám azt, hogy honvágyam volt, és azon gondolkodtam, hogy Budapestre hogy tudnék visszatérni, és hogy milyen keretek között lenne annak létjogosultsága, hogy én újra jól érezzem itt magam. És akkor találkoztam az Andrássy Egyetemmel, és igazából ez volt az alfája és az omegája annak, hogy én újra ide visszatértem. Számomra nagyon fontos volt, hogy németül tanulhassak. Germanisztika alapszak után számomra nem volt kérdés, hogy németül szeretnék továbbra is tanulni, és az, hogy történelmet és kultúratudományokat tanulhatok német nyelven, az Magyarországon egyedülálló, és ezért döntöttem a német nyelvű egyetem mellett. Az Andrássy Egyetem tulajdonképpen olyan, mint egy mikrokozmosz. Megérkeztem Budapestre, beiratkoztam, és akkor beszippantott. És innentől kezdve igazából a reggelünk, a delünk, az esténk, a hétvégénk tulajdonképpen a német nyelvről szólnak. A német nyelvvel foglalkozunk, a barátaink német nyelvűek nagy részt. A rendezvények, amikre járunk, azok is német nyelvűek, és leginkább ezt a nyelvet használjuk. Tulajdonképpen többet, mint a magyart. Reggeltől estig a német nyelvet használom nagy részt. Többet beszélek szerintem napközben németül, mint magyarul. A csoporttársaimmal is németül beszélek, németül kutatok. Nagyon sok német barátom van, akiket utazások során ismertem meg. A jövőt tekintve rengeteg elképzelésem van, hogy mivel szeretnék foglalkozni. A német nyelv azért fontos ezekben az elképzelésekben, bármik is legyenek ezek, mert igazából Közép-Európában, Európában élünk, ahol a német nyelvvel igazából a legtöbb európai országban, Európában otthon lehetünk. A nyelvvel és magában a nyelvben is. A későbbiekben mindenképpen kutatással szeretnék foglalkozni. Pontosan még nem tudom, hogy mivel, de a magyarországi németek történelme és kultúrája nagyon fontos számomra. Az, hogy a nyelvtudás, különösképpen a német nyelvnek a tudása később milyen szerepet fog játszani az életemben, úgy gondolom, hogy rendkívül jelentős, ez biztos. Hogy miért? Éppen azért, mert amire az Andrássy Egyetem is tanít minket, az, hogy hogyan legyünk igazi kozmopoliták, hogyan legyünk otthon a világban, hogyan legyünk otthon Európában, hogyan tekintsünk Európára, mint hazánkra, otthonunkra. És ehhez a német nyelv ismerete, ha talán nem is elengedhetetlen, de rendkívül nagy segítség. Ich glaube allgemein, dass die AOB die Studenten sehr stark unterstützt, insbesondere weil es viele Stipendien gibt, aber auch weil die Dozenten unglaublich engagiert sind und sich intensiv mit den Studenten kümmern. Also für mich persönlich es ist eine volle Unterstützung, dass die Dozenten immer ständig sich interessieren, welche unsere Interessen sind und was auch unsere Pläne für die Zukunft sind. Mein Lieblingsplatz in Budapest, also einer der schönsten Plätze, ist Gellert. Da kann man schön die ganze Stadt sehen und ja, ich glaube für Studenten einen Spaziergang da abends zu machen, ist richtig schön. Warum ich Deutsch gelernt habe? Es war nicht meine Entscheidung, meine Eltern haben sich dafür entschieden und sie haben mich auf eine deutsche Schule geschickt. Ich war auch im Kindergarten, habe ich Deutsch gelernt. Es war halt, sie meinten, ja, wenn man so klein ist, kann man viel mehr lernen. Und eigentlich, grundsätzlich wollten sie, dass ich Deutsch lerne, nicht weil es eine zweite Sprache dann sein würde, aber sie meinten, wenn man auch eine Sprache lernt, dann lernt man auch die Werte und irgendwie kann man ja die Welt auch anders sehen.